Boros Misit 2014-ben ismerte meg az ország, amikor 11 évesen kategóriájában megnyerte a Virtuózok tehetségkutatót. Misi 4 éves kora óta zongorázik, naponta 8 órát gyakorol. Az elmúlt években számos díjat nyert, karrierje felfelé ível. A Zeneművészeti Egyetem hallgatója, de Münchenben is folytat zenei tanulmányokat. Már 3 CD-t jelentetett meg, a Nyíregyházi koncert anyagát, a nemrég kiadott Inspirációk című album adta. Teljesen különböző arcait mutatják meg a romantikának, és igazából mindkettő egész kiskorom óta már a repertoárom oszlopos tagjai, és ezért is gondolom azt, hogy nagyon jó harmóniában hallgathatóak, hiszen nagyon eltérő egyéniségek. Mondhatni homlok egyenest bizonyos szempontból, de azért ezt kijelenthetjük, és ez az ellentét, ez jól vonza egymást, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez megállja a helyét. Boros Misi fiatal kora ellenére több mint 300 koncertet adott már, fellépett a világ legnagyobb hangversenytermeiben, New Yorkban, Londonban, Milánóban és Párizsban, de tapsoltak neki Tokióban és Pekingben is. Szeretettel emlékszik vissza arra, amikor 2013-ban Nyíregyházán országos zongora versenyt nyert. Az idei évadban is számos fellépés vár még rá. Az idei szezonban még különböző projektek lesznek, szólókoncertek, zenekarokhoz is van felkérésem, illetve egy-két nagyobb produkcióban is majd benne leszek, úgyhogy változatos, és igen, számomra ez jó, mert az én egyéniségem is, én azt hiszem, hogy több oldalú, tehát az, hogy nem csak szólókoncerten, hanem egyéb területeken, akár balettáncosokkal is élő produkcióban jelen legyek, ilyen is lesz majd, meg volt is már, az különleges és hozzám közel áll. A Filharmónia bérlet következő hangversenyére január végén várják majd a zenebarátokat, amikor a Szabolcsi Szimfonikusok koncertjét láthatják a komoly zenerajongói.